Bach cselló szvittjével hangolódott rá a közönség a Mestergaléria és Közösségi Tér legújabb kiállításának változatos alkotásaira. A galéria ezúttal az Újpestről érkező Kozma Lajos faipari szakgimnázium dekoratőr szakos diákjainak vizsgamunkáit mutatta be a nagy közönségnek. A Kreatívan velünk újra töltve című tárlat nem az első alkalom, ahol az iskola megmutathatja, milyen tehetséges diákjai vannak. Nemrég a Műcsarnokban rendezhettek önálló kiállítást. Ők a dekoratőr szakosak, de mivel ez a faipari szakgimnázium, itt láthatunk a sarokban vannak nagyon szép bútortervek, és igazi bútorokat is hoztak nekünk megmutatni, mert ők ezt el is készítik ott, és az iskolában művészeti tagozat is van, és amit a falakon látok itt mögöttem, az a dekoratőr szakosok készítették, úgyhogy ők valószínű, mi találkozunk a nevükkel, lehet, hogy formatervező grafikusok lesznek érettség után, lehet, hogy dekoratőrök lesznek, kirakatrendezők lesznek, vagy tipográfus grafikusok. Az újpesti Kozma suliban tehát nem csak fúrni, faragni, gyalulni lehet. Az 5 éves dekoratőr képzés rendkívül népszerű azok körében, akik művészi látásmódot igénylő szakmában szeretnének elhelyezkedni. Az iskola tanárai arról meséltek, a tanulók náluk olyan vizuális nyelvet sajátítanak el a képzés végére, melynek birtokában sikeressé válhatnak a szakmában. Ehhez viszont olyan készségekre van szükség, mint az ügyes ceruzaforgatás képessége. Michelangelo mondta, hogy mindennek az alapja a rajz, tehát jó kell tudni rajzolni. Ezek a diákok vagy gyerekek még azt mondom, mindent ugyanúgy megtanulnak. A perspektívikus ábrázolástól kezdve az aktrajzig, a csendéletig, a fejábrázolásig, anatómiát, mindent. Tehát meg kell tanulni először is rendesen arányosan rajzolni. És utána jönnek azok a feladatok, amikor konkrétan megjelenik a szakmaiság már, tehát hogy ki milyen irányba megy. Nagyon sok olyan van például, hogy egy vershez kellett valami nagyon szép, elvont, absztrakt gondolatot megjeleníteni mondjuk papíron vagy tussal. Nekik a sorok között kell olvasni, ki kell emelni a lényeget, és ahhoz kell festői eszközökkel vagy grafikai eszközökkel megvalósítani ezt a költőiséget.